Az elmúlt hetekben a közélettel foglalkozó olvasók azt hihették, hogy Debrecen Magyarország új fővárosa, ugyanis a Hajdú-Bihar megyei székhely egyre többször szerepel a hírekben, sokkal többet ma már, mint Budapest. És hogy miért van ez így? Nos, egy kínai gyár ide akarja telepíteni, mármint Debrecen közelébe, Európa egyik legnagyobb akkugyárát. Ezzel kapcsolatban kérdezzük a Szolidaritás Mozgalom elnökét, Székely Sándort, mi a véleményetek erről az akugyáról, illetve hogy ezt oda Debrecen közelébe akarják felépíteni? Hát szerintem a helyzet az sokkal súlyosabb, mert hogy nem csak Debrecenről van szó, hanem nagyon sok másik akkumulátorgyárról. Most nem tudom a pontos helyzetet, de itt szerintem tízes nagyságrendben fognak épülni. Ha nem is ekkora gyárak, mint amit Debrecenhez akarnak, de azért nagyon hasonló méretűek. És ugye a miniszterelnök úrnak a szavai alapján gyakorlatilag itt hát egy óriási ipari fejlesztés lesz. Most erről, ennek szerintünk, hát hogy mondjam, ennek két ága van. Az egyik, egyrésztről ugye nagyon sok helyről halljuk azt, hogy ezek a beruházások tönkre fogják tenni a környezetünket, nem is lehet megcsinálni, energiaigényesek. Szóval nagyon sok az aggály, hogy honnan lesz erre pénz, honnan lesz erre víz, tönkreteszi ez a környezetet. Ugye megint előjön az a jogos kérdés is akár, hogy ennek van-e hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz, iparhoz. Tehát hogy ez egy óriási ügy, ami nem csak egy évnek, nem csak egy város, hanem gyakorlatilag az egész országot érinti. És a mi rövid, nekünk az az álláspontunk, hogy mi biztos, hogy nem így fejlesztenénk Magyarországot, ahogy most tervezi Orbán Viktor, vagy ahogy az elmúlt 30 évben történt Magyarországgal ez a dolog. De valahogy azt látjuk, hogy ezek a dolgok eldöntöttek, és meg fognak történni, és amennyiben ezek így lesznek, akkor nekünk az az álláspontunk, hogy az utolsó töltényig, hogyha már mostanában ilyen háborús mondatokat lehet mondani, szóval mi az utolsó töltényig harcolni fogunk azért, hogyha ezek a beruházások megtörténnek, akkor abból ne csak a külföldi multinacionális cégeknek, meg a magyar államnak, meg a magyar állam barátainak legyenek milliárdjai, hanem igenis a magyar embereknek legyen normális fizetésük ezekből a gyárakban. Ezekben a gyárakban... Mit értesz normális fizetés ezek, alatt? Mi nálunk ez, mostanában ez 1000 eurót szoktuk emlegetni, ami hát ugye, mikor mennyi, de nagyjából 400.000 forintos fizetésre gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy minimum erre gondolunk egy átlagos fizetésnek. Azt szeretnénk, hogy legalább nyugat-európai munkakörülmények legyenek ezekben a gyárakban, és azt is szeretnénk, hogy ezek a gyárak ne szennyezzék a környezetünket, és erre igenis garanciákat követelünk, és ellenőrizni akarunk, és ki akarjuk harcolni, hogy szigorítsák ezeket a szabályozásokat, és hogy a szakszervezeteket előtérbe helyezzük, mi próbálunk segíteni a szakszervezeteknek, meg együttműködünk velük, hogy be tudjanak kerülni ezekbe az üzemekbe, és ott ki tudják harcolni ezeket a dolgokat, amikről mi beszélünk, mert ez a magyar embereknek az érdeke. De akkor ezt nem csak Debrecenbe értitek, vagy nem csak a Debreceni ezt, gyárba szól a követelés? Nem csak a Debreceni gyárba szól ez a követelésünk, hanem az egész országba. A Debreceni ügy egyébként nyilván ennek a teteje, tehát ugye most mindenki ezzel azonosítja Európa egyik legnagyobb gyára lesz konkrétan. Tehát nem véletlenül. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ott nekünk van képviselőnk a Debreceni közgyűlésben, Káposznyák István révén, aki nagyon kiváló harcostársunk, tényleg 11 év óta politizál velünk, és mi azt gondoljuk, hogy ott egy nagyon komoly küzdelmet fogunk vívni azért, hogy a debreceni akkumulátorgyárban is ezek a körülmények alakuljanak ki, és onnan kiindulva ez az egész országban így legyen.